Inga Lindström, rejtély a Gripsholm kastélyban. A forgatókönyvet írta Krisztiáne Szádló. Zenéjét szerezte Andreas Weidinger, fényképezte Sven Kirsten. Rendezte Dennis Sutton. Kedves nézők, kedves szülők, kedves gyerekek! Következik a díjátadó. Csodás táncokat mutattatok be az utóbbi két napban. Mindannyian nagyon jók voltatok. Most mégis ki kell választanunk az esemény győztesét. Zörmland idei táncversenyének győztesei, a Gripsholmi Tánciskola diákjai, tanárnőjük Helena Carson! Ilyen a tanárnő! Gratulálok! Gratulálok! Jaj, de jó! Köszönöm. Gratulálok. Köszönöm, de ne nekem gratulálj, hanem a gyerekeknek. Nagyszerűek voltak. Te vagy a szíve a kis csoportnak. Szív nélkül nem sikerülne semmi. Jöjjön, kérem. Készítsünk képeket. Nem. Velem ne. A gyerekek fontosabbak. De te vagy a tanáruk. Nélküled... Nem akarok rajta lenni a képeken. Szörnyen nézek ki. Jó reggelt! Szia, anya! Szuper a képed! Nem hiszem el. Ekkora idiótát. De jó reklám neked és az iskolának. Nem kell a reklám. Van elég diákom. Mondtam, hogy nem akarok képeket. Anya, győztetek. Ez a normális, hogy írnak róla. Ha? Gratulálok még egyszer. Sajnálom, hogy nem lehettem ott. Most sajnos mennem kell. Az étteremben vendégség lesz. 60 fővel. Szép napot. Szia. Szia.
nagyon szép. Oh, elnézést. Keres valakit? Rendben. Elnézést, a kastélyt néztem meg, de eltévedtem közben. A kastélynak ez a része nem látogatható. Kikísérjem a kijárathoz? Ó, csak visszamegyek, amerről jöttem. Jó. Mondja, nem az ön képét láttam az újságban? Ön asszonyom a... Igen, a balettiskola igazgatója. Ha a kijáratot keresi, menjen jobbra, megint jobbra, és ott lesz. Megtalálom. Még valami, asszonyom? Carlson. Carlson asszony. Van itt a közelben egy étterem, ahol finomat lehet enni. Gripsholmi Várcusz, a kastéllyal szemben. Kiválóan főznek. Igyen neki, ő a szakács. Tessék, anya, a győztes csapat jutalmául egy kis torta. Á, Leoni, kedves tőled, köszönöm. Ha akarja, megmutatom az éttermet. A mai menü sertésszelet szilvaszósszal. Ó, jól hangzik. És? Arabesk? Jó. Másik oldalra. Nem. Most jöttem és reméltem, hogy van itt egy kastély étterem, vagy valami hasonló. Autóval jött? És amint nem, láthatják, itt ez a gyönyörű kastély ezzel a fantasztikus kerttel. Az 1800-as évek végén épült. Fiatal. Túl fiatal, hogy szakács legyek. Nincsenek előítéletei. Nem úgy értem. De általában úgy értem... Ugyan vallja be. A legtöbb szakács férfi erre gondolt, nem? Bevallom, igen. Erre gondoltam. Megbocsát. Meglátjuk. Elnéző vagyok, de holnaptól valóban edzünk. Yeah! Sziasztok! Már a vége? Szia! Piknikezünk együtt? Ó. Oh. Leoni nagyon finomakat pakolt be. Nincs rá időm. Mosnom kell, vasalnom. Ha végre hozzám jönnél, felfogadnék egy bejáró nőt. Mit szólsz hozzá? Tényleg? Akkor átgondolom az ajánlatot. Hát kellene. Na gyere! Semmi. Akkor gyere. Szakács kérdezi, hogy elégedette mindennel. Ó, de mennyire? Eldöntöttem, hogy addig Maria Fredben maradok, amíg végig nem kóstoltam az étlapjukat. Aztán valószínűleg haza kell majd gurítani engem. Kérdez szertet, vagy esetleg egy kávét? Ó, megihatnánk azt a kávét? A hajómon esetleg? Bocsánat, túl rámenős voltam. A hajóm itt van mellettünk. Gondoltam, ha végez a munkával, esetleg beugorhatna. Remélem, jó kávéfőzője van. A para
paradicsomot össze kell passzírozni. Hadd csinálom én. Kitaláltam egy új receptet, amit megmutatnék neked is ma este. Mit szólsz? Ma este. Töltött heringfilé. Kifejlesztettem egy módszert. El tudnánk napolni. Ma este már programom van. Programod? Ezt felírom a naptáramba. Otthon ülő típus lennék. Nem. Munkamániás vagy. Ha a munkán kívül mást is csinálsz, ott valami nincs rendben. Johannes, mi van a paradicsomokkal? Nem passzírozzák át magukat? Örülök, hogy rávettél erre, Gunnar. Elmondtad már Leoninak? Nem. Még nem találtam rá megfelelő alkalmat. Miért nem mondod el neki reggelinél? Ezt nem lehet csak úgy elmondani. Tudja, hogy együtt vagyunk, azt is tudja, hogy ez így nem megy tovább. Normális dolog, hogy házat keresünk magunknak. De valahogy olyan bűntudatom van. Nem fog elveszíteni téged csak azért, mert velem élsz. Váó, szép hajó. Nem az enyém. Csak kibéreltem, amíg nyaralok. Vigyázzat. Vigyázzon! Tejjel kéri? Tessék? A kávét? Feketén. Az édesanyjával él együtt? Arra gondol, hogy ehhez már idős vagyok? Dehogy, ha jól kijönnek egymással, akkor semmi gond. Csak anya és én vagyunk. Ki kell jönnünk egymással valahogy. Tessék, itt a csésze. Oh. Sajnálom, de kínos. Semmi gond. Egy jól időzített lökés boldogságot és örömet hoz. Köszönöm, finom volt a kávé. Én köszönöm. És mit csinálsz majd a héten? Nem tudom. Ötletem sincs. Neked van? Itt nem nagyon vannak látványosságok. A kastélyon kívül persze, de azt már láttad. Mit csinálsz a szabad idődben? Először is alszom. Ha mégis kalandra vágyom, elmegyek evezni a kenummal. Ki a szigetekhez. Nagyon szép, és igazi kikapcsolódás. Te tudsz evezni? Ha ez egy meghívás, akkor elfogadom. Oké, akkor... Akkor... Akkor holnap. Akkor holnap? Oké. Jelentkező. És a szülők elfogadják a magasabb tandíjat. Még akkor is, ha nem én tartom az órákat. Képzeld el! Éppen azt teszem. Vagyis a hét minden napján 24 órában dolgozol. Ugyan már. Felveszek valakit, és akkor több időm lesz. Tarts kevesebb órát, akkor is több időd lesz. Butaságokat beszélsz. De így is szeretsz. Örülhetnél a sikeremnek. Örülök, de szeretnék több időt tölteni veled. Gyere be! Nagyon kedves, köszönöm. Szia, Helena. Anders.
Hogy vagy? Semmi keresni való itt. Leoni itt van? Mit akarsz? Hogy találtál rám? Talán csak gratulálni akarok. Olvastam az újságban, hogy jó munkát végzel itt. Új életet kezdtünk, neked nincs benne helyed. Tűnj el! Amikor utoljára láttam a lányomat, még baba volt, most meg egy fiatal nő. Szeretném tudni, hogy van, mit csinál. Jól van. Szerintem ennyi elég is neked. Meg akarom neki mondani, hogy ártatlan vagyok. Gyilkos vagy. Nem, Helena, nem vagyok. Egyikünk sem akar veled beszélni. Hagyj minket békén! Francba! Mi van veled? Semmi, csak... Csak egy kicsit fáradt vagyok. Gyere. Feküdjünk le. Nem lenne gond, ha ma egyedül aludnék? Nem, persze, hogy nem. Jó. Akkor lefekszem. Jó éjt. Aludj jól. Jó éjt. Aludj jól. Szia, fiam! Szia, apa! Milyen napod volt? Egész jó. És neked? Mi van a házzal? Felkerestem pár embert, de még nem találtam meg az igazit. Persze végül Helena fog dönteni. Anya, alszol már? Nem! Szia! Csak érdekel, milyen volt a piknik? Nagyon jó. A csirke és a saláta isteni volt. Akkor jó. Jó ét. Jó ét. Leoni, valamit még meg akartam veled beszélni. Mit? Tudod, Gunnar és én már 2 éve együtt vagyunk. Összeházasodtak? De jó. Nem, nem. Csak össze akarunk költözni. Végre. Azt hittem, sosem fogtok már. Gratulálok. Gunnar nagyon jó ember. Találtatok már házat? Nem, még nem. Nem vagy csalódott, amiért egyedül hagylak? Nem, egyáltalán nem. Anya, örülök nektek. Megérdemled, hogy legyen melletted egy férfi. Köszönöm. Azért kár, hogy nem házasodtok össze. Szerettem volna szirmokat szórni. Gunnárnak megmondhatod, ha nem tesz téged boldoggá, velem gyűlik meg a baja. Ó, remegni fog félelmében. Jó ét. Jó ét, anya. Mesélj magadról. Magamról? Hát nem sokat tudok. Alkalmazott vagyok, elváltam. Nincs gyerekem, se kutyám. Unalmas vagyok, de szeretek fotózni. Csak magamnak. Ha utazok. Na de... Mi van veled? Még csak nem is utaztam nagyon. Én is unalmas vagyok. Amióta az eszemet tudom, itt élek. Az étteremben voltam gyakornok, és azóta ott dolgozom. Van barátod?
És nem mond nekem, hogy nincs. Napi 14 órát dolgozom, majd bezuhanok az ágyba. Nincs időm kimozdulni. Akkor hálás lehetek, hogy velem töltöd a szabad napodat. Igen, az lehetsz. Különben otthon aludnék, vagy új recepteken dolgoznék. Akkor hálás vagyok. Bocs. Simon, mi az? Jó, oké, rögtön megyek. Addig készítsd elő a terepet. Szia. Sajnálom, mennem kell. Kiszállítottak nekünk egy adag rohadt húst. Hűha. Ha akarsz, tovább mehetsz. Nélküled sehova sem megyek. Grand Prix. Szép lesz. Relevé. És Grand Prix. Ella lejjebb. Jó. Szép, remek. Mára végeztünk. Nagyon jó. Holnap találkozunk. Csokolom! Gyertek már! Anders! Szép helyet találtál. Mit akarsz még? Látni akarom Leonit. Nem. Helena, a lányom. Jogom van látni őt. Nincs jogod. Tönkretetted az életünket. Hogy képzeled, hogy látni akarod Leonit? Semmi közünk hozzád. Fogadd el és menj innen. Tűnj el! Szeretnék egy esélyt. Szeretnék beszélni vele. Leoni, úgy tudja, meghaltál. Tessék! Úgy kellett volna nevelnem, hogy tudja, hogy az apja egy gyilkos. Ezt kellett volna tennem? Egyszerűbb volt azt mondanod neki, hogy meghaltam. Igen, sokkal egyszerűbb. Egy ideig még siratott, aztán elfelejtett. Ilyen egyszerű. Elfelejtett téged. És nem is itt él. Überzében dolgozik, de azt ne is remélt, hogy elárulom, hogy hol. Erik! Szia! Ó, ne, kérlek ne, szörnyen nézek. Az lehetetlen. Mosolyog rá a világra, gyerünk. Van még másfél órán. Mit csináljunk addig? Nem tudom. Ígyunk egy kávét? Persze, hol? Nálad. Kíváncsi vagyok, hogy élsz. Igen. Igen, mert lehet, hogy rajongsz a virágos tapétáért és a pink függőkért. És akkor mi van? Jesszus, így van. Látom, már félsz tőlem. Na gyere, kíváncsi vagyok, mit szólsz. Igen, kicsit megijedtem. Szia! Nekem dobtad? Nem, én... Mit keresel itt? Látni akartalak. Meggyűlt a bajom egy buta koreográfiával. És még? Semmi, miért? Egy férfival láttalak, úgy tűnt, hogy veszekedtetek. Csak útbaigazítást kért, egy turista. Jó, akkor megyek is. Ja, és találtam két házat, amit érdemes lenne megnéznünk. Szólj, amikor kedved lesz hozzá. Jó. Gunnar! Igen? Az a férfi, akit láttál, Anders volt. A férjed? Azt hittem meghalt.
Börtönben volt, mert megölte az apámat. A válás után nem sokkal elköltöztünk Malmöből. Nevet változtattam. Új életet akartam kezdeni Leonival. És mindent magam mögött hagyni. És ezt eddig nem mondtad el nekem? Senkinek sem mondtam el. Értsd meg, kérlek. El akartam felejteni mindent. Mit akar tőled? Leonit akarja látni. Most mondjam el neki, hogy mégsem halt meg az apja. Megtettem mindent azért, hogy megvédjem. Istenem, mit csináljak most? Biztosan van olyan törvény, ami megtiltja, hogy a közelünkbe jöjjön. Amíg nem fenyeget téged, nem. De igenis fenyeget. Már az is fenyegetés, hogy itt van. Menj el a rendőrségre. Mondd, hogy zaklatott téged, vagy megtámadott, vagy hasonlót. Nem, ilyet nem teszek. Az ügyvédje, Felerson, Neushoppingba költözött. Talán megkérdezem őt. Mégis, mi okból segítene neked? Anders megbízott benne. Hallgat rá. Jó, ha akarod, elviszlek. Nem, ezt egyedül csinálom. Rögtön kész a kávé, foglalj helyet. Csak ne kapkodj. Jó kis hely ez. Ő az apád? Igen. 4 éves voltam, amikor meghalt. Már nem is emlékszem rá. Ő a nagyapám. Nem sokkal apám előtt halt meg. Érdekes arca van. Anya azt mondja, végtelenül kedves volt. Egyedül nevelte fel őt. Tőle örökölte a tehetséget? Ő is szakács volt. Inkább én örököltem. Volt egy kis bárja. Inkább kocsma volt, de nem volt nyereséges. Nem volt túl jó üzletember. Nem hagyott rátok semmit? Nem beszélünk ilyesmiről, de szerintem inkább csak adósságot hagyott ránk. A rossz társaságba keveredett. Ó, sajnálom. Ne sajnáld. Egyedül is boldogulunk. Az erős nő? Igen. Bár sok férfi tart az erős nőktől. Én nem tartozom közéjük. És éppen engem keresett fele miatt. Mindig bízott önben. Mondja meg neki, hogy hagyjon minket békén. Ügyvédként nem nyerhetek meg minden ügyet. De ezt meg kellett volna. Meg voltam győződve arról, hogy a volt férje ártatlan. Mindig reméltem, hogy találok rá bizonyítékot, és akkor fellebezhetek. De nincs ilyen bizonyíték. Emlékszik arra, aki látta a férjét, bocsánat, a volt férjét kijönni a bárból? Igen, de nem jelentkezett. És a rendőrségnek sem sikerült megtalálni soha. Ezzel a tanúval bizonyíthattam volna az ártatlanságát. Igen, volna, volna. Egész más lett volna az életünk. De nem így van. Leoni úgy tudja, hogy az apja meghalt, és jó ember volt. Hogyan mondjam el neki az igazat? Jogilag nézve nincs lehetőség a távoltartásra. Csak ha volt férje esetleg megszegi a törvényt. Nem gondolja, hogy ennyi idő után a férje is megérdemel egy kis nyugalmat? Sokáig tartott, mire irányítani tudtam az életemet. De ezt most tönkre akarja tenni, amit nem hagyok. Beszéljen vele, kérem. Kérem, Felerson úr. Felerson úr, sajnálom, hogy felmondtam. Tudom, hogy nem volt egyszerű megszerezni nekem ezt a munkát, de a feleségem. Oda menjek? Jó. Akkor megadom a címemet. Köszönöm, hogy velem töltötted a szabadnapodat. Majdnem az egészet.
Szia! Szia, anya! Már itt is vagy. A tongóra ma elmarad. Örülök, hogy újra látom. Még mindig a kijáratot keres? Nem, igazából az ön által ajánlott szakács miatt vagyok itt. Találkozunk még? Tudod, hol találsz meg. Szép estét. Ez meg mi volt? Csak megmutattam neki a környéket. Nem idős ő ehhez a környékhez? Anya! Menjünk be, hűvös van. Kint akartam enni. Ne. Ma inkább ne. Ah. Jó napot, Fellerson úr. Köszönöm, hogy eljött. Kedves kis hely. Igen. A telefonban a feleségemet említette. Igen, nálam járt. Nagyon aggódik a lányáért. Arra kéri önt, hogy ne akarjon Leonivel találkozni. Sajnálom, de Helénának el kell fogadnia. A börtönben semmihez sem volt jogom. De most jogom van látni a lányomat. Megértem, Zilanda úr. De a feleségem minden lehetséges módon védekezni fog ez ellen. Miért nem adja oda neki a leveleket? Miket? Amiket felbontatlanul visszaküldött. Adja oda neki őket. Adjon neki egy esélyt, hogy megértse önt. Különben nehéz lesz meggyőzni a feleségét, hogy ön nem jelent fenyegetést rá. Fellerson úr, megesküdtem, hogy látni fogom a lányomat. Beszélek vele. Semmi más nem számít. Minden rendben? Sok a munka? Igen, mint mindig. Nem akarsz kikapcsolódni, elutazni kicsit? Elutazni? Elmehetnénk kettesben nyaralni, Csak lelépnénk. Világot látnánk. Holnap foglalhatnánk is akár. Munkám van, és neked is. Azért sem mehetsz el, mert épp házat kerestek. Gunnar, ad neked szabadságot. A gyerekeknek nyári szünet lesz. Utána néztem a neten, nagyon szép helyek vannak a földközi tengeren, de Afrikába is mehetnénk. Anya, nem hagyhatunk csak úgy mindent itt. Nagyon kimerültem. Csak el szeretnék kicsit menni. Ugyan, legyél spontán. Lehet, hogy azért pánikolsz ilyen hirtelen, mert Gunnárral összeköltöztök. Azt mondják, ilyen fontos döntés előtt megszólalnak a vészharangok. Hé, ne mondd ezt, ennek semmi köze Gunnárhoz. Sőt, örülök, hogy összeköltözünk. Anya, elutazunk ősszel, jó? Kiválaszthatod, hova szeretnél. Felőlem akár Ausztráliába is. És ne foglalj le semmit a tudtam nélkül. Nem maradhatsz itt, Anders. Ezért mész Fellersonhoz? Jobb lenne más, aki jogi trükkökkel tartana távol téged tőlünk. Nem is értem, miért van szükséged ügyvédre. Mert nem tudok máshoz fordulni. Hagyd minket békén.
Menj el! Helena! Nem mehetek el! De! Ha apai felelősséget érzel, nem forgatod fel az életét. Nélküled nőtt fel, nem tudja, mit tettél. De hát nem én tettem. És meg fogom neki mondani. Áruld el, kérlek, hol van? Az elmúlt években csak rátok gondoltam. A feleségemre és a lányomra. Csak te tehetsz róla, hogy elveszítettél minket. Egy pillanatra vártam végig, hogy bebizonyítsam nektek, nem én tettem. Ki másnak lett volna oka megölni az apámat? Nekem nem. Apám gyűlölt téged. El akartál vinni minket külföldre a munkád miatt. Folyton veszekedtetek. Nem tagadom. De emiatt még nem öltem volna meg. Helena, tudtam, mennyire szereted apádat. Nem tettem volna ilyet veled. Anya! Igen, veszekedtünk. A fejemhez vágta, hogy valaki jobbat érdemelsz, nem pedig egy szegény kertészt. Próbáltam elmagyarázni neki, hogy Spanyolországban nem kertet, hanem egész parkot kellene gondoznom. De ettől csak mérgesebb lett. Azt kiabálta, hogy közé és közéd akarok állni. El akarlak téged venni tőle, és Leonit is. De ő ezt nem fogja engedni. Őrjöngött, rám vetette magát. Én pedig ellöktem. Akkor ölted meg? Nem, Helena. Ellöktem, rákiabáltam, de semmi több. Ellöktem, és a földre esett. Azt hittem, hogy valami baja lett. Amikor lehajoltam hozzá, akkor megpróbált arcul ütni, és azt kiabálta, hogy meg fogom ezt bánni. Elszaladtam. Ő tovább kiabált, még mindig hallom a szitkozódását. Akkor még élt Helena. Miért nem hiszel nekem? Sok évet ültem olyanért, amit nem is én tettem. Véget akartam vetni az életemnek, de nem tudtam. Próbáltalak téged gyűlölni, de ez sem sikerült. Anders, kérlek. Szeretlek téged és Leonit is. Soha nem kételkedtél abban, hogy én tettem. Amikor éjjelente ébren feküdtél, és rám gondoltál. Próbáltalak elfelejteni. És Leoni, nem emlékeztetett rám minden nap? Éppen miatta kellett ezt tennem. Menj el, nagyon kérlek. Anya, itt vagy? Már aggódtam érted. Csak mentem egy kört. Két órán át? Nagy kör volt. Nem tudtam aludni. Meg se próbáltál. De majd most... Mi a baj? Csak friss levegőre volt szükségem. Hirtelen el akarsz utazni, éjjel az utcán mászkálsz. Miért nem mondod el az igazat? Anya, aggódom, ha éjjel csak így eltűnsz. Sajnálom. Itt írja alá.
Jó, már ennyi volt, köszönöm. Rendben, köszönöm. Jó napot. Jó napot. Ha enni szeretne, 12-kor nyit a konyha. Köszönöm. Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled. Talán mégis igazad van. De hazudtál nekem, Leoni itt van. Beszéltél vele? Még nem, de fogok. Anders, kérlek. Kérlek, hagyd békén. El tudod képzelni, mit fog érezni, ha hirtelen elé állsz? Meglátjuk. Mindent el fogok neki magyarázni. Talán majd hisz nekem. Szükségem van rá. Ahogyan rád is lett volna. Mi ez? Amikor a nektek írt leveleim visszajöttek, nem tudtam felfogni, hogy eltűntetek az életemből. De írtam továbbra is. Leveleket a feleségemnek és a lányomnak. Jó napot. Örülök, hogy nálunk eszik. Beszélni akart velem? Igen. Meg akartam köszönni. Régóta nem ettem ilyen finomat. Ennek örülök. Ön Helena Carson lánya? Igen. Ismeri az anyámat? Találkoztam vele.
Olyan a szeme, mint az övé. Tud róla anyám, hogy itt van? Igen, vele fogok találkozni. Rendben. Talán még látjuk egymást. Most vissza kell mennem. Viszontlátásra. Jó lenne. Viszontlátásra, Léoni. Van egy szabad órád? Most? Igen. Mutatni akarok valamit. Fontos. Érted, megyek. Jó, rendben. Szia. Erik! Szia! Hű. Van egy szabad órám. Nagyszerű. Mit szeretnénk kezdeni az ajándékidővel? Még kérdezed? Ma reggel tudtam meg, hogy eladó. Na, mit gondolsz? Egy álom. Már maga a kilátás. Tetszik? Csodálatos. Nézzük meg belülről. Itt a kulcsa. Gyere. Nem tudom. Ha a hely a gond, tudom, hogy messze van a várostól, de egy ilyen ajánlatot nem lehet kihagyni. Nem, nem ez a baj. Csak most nem nagyon van kedvem megnézni. Gyere, tetszik majd. A hálóból csodálatos kilátás nyílik a tengerre. Gunár, vissza kell mennem a kastélyba. Próbálunk a gyerekekkel. Anyám el akar hagyni. Összeköltözik a barátjával. És te? Maradsz a házatokban? Nem tudom. Talán valami másba kezdek. Elmehetnék. Találhatnék magamnak másik munkát. Szabad vagyok. Persze. Tedd, amit szeretnél. Le is léphetnék. Beugorhatnék egy hajóba, és elmehetnék. Esküvői táncok.
mindegyiket olvastam. Sajnálom, hogy nem hittem neked. A helyedben én sosem bocsátanám ezt meg. Helena, a házunkra! Gunnar. Zavarok. Azt hittem, ünnepelni valunk van. Viszontlátásra. Szóltam az ügynöknek, hogy megveszem a házat. Illik hozzánk. Igen, igazad van. Illik hozzánk a ház. Nagyon szép. Sajnálnám, ha hagynánk elúszni ezt a lehetőséget. Biztos vagy benne, hogy össze akarsz költözni velem? Igen. Biztos vagyok benne. De... De? Még gyorsan el kell intéznem valamit. Várj! Anders, várj! El kellett volna mondanom, sajnálom. Számítottam rá, hogy lesz más férfi az életedben. Gunnar és én 2 éve vagyunk együtt. Örültem, hogy találtam valakit, akiben megbízhatok. Nem kell nekem megmagyaráznod. Jobb lesz, hogyha megyek. Sajnálom, elfeledkeztem az időről. De ahogy látom, nagyon jól boldogultak. Ránéznél a sültre? Persze. Nagyon megtetszett neked a srác. Azt mondtam, hogy érdekes. Sokat látott, jó történeteket mesél. Szerelmes vagy? Ugyan. Oké, talán igazad van. Azt hiszem, belezúgtam. Aha, és ő? Házas, 3 gyerekkel? Elvált. És ha tudni akarod, én is tetszem neki. Az jó. Talán úgy is rajonghatnátok egymásért, hogy közben nem nekem kell mindent egyedül csinálnom. Meg lesz. Igen. Jó napot. Jó napot. Korábban nem mutatkoztam be. Gunnar Hansen, Helena élettársa. Én nem tudom, hogy mondjam el, de szerintem tudnia kell, hogy Helena és én nagyon boldogok vagyunk. Megértem a helyzetét, de önnek rég nincs helye már Helena életében. Nem önkéntesen. Nem tudom megítélni, hogy bűnöse vagy sem. És őszintén szólva nem is érdekel. De Helena egyedül ért el mindent az életben. Arra szeretném kérni, ha Helena jelent önnek még valamit, akkor hagyja békén. Anya, megnéztetek egy házat? Simon mondta, hogy Gunnar meg akarja venni. Milyen? Nagyon szép. És ezen kívül? Hány szoba van? Mekkora? Van kertje? Mondd el, nagyon kíváncsi vagyok. De hiszen látni fogod. Nem tetszik neked? De, tetszik. Akkor mi a baj? Csak elgondolkodtam. Akkor miért tűnsz gondterheltnek?
Leoné, időnként elgondolkodom, hogy nem kellett volna neked egy apa. Ez meg milyen kérdés? Ott voltál nekem te, nem kellett nekem apa. Anya, ne aggódj ezen. Jól megvoltunk mi ketten. Egy férfi csak bonyolította volna a helyzetet. Anya. Vagyok. Megijesztettél, már aludtam. Hé, kijosonok a házból, felmászom a hajódra, és csak annyit hallok, hogy már aludtam. Nem, reméltem, hogy jössz. Jó reggelt, Anders. Jó reggelt. Kérlek, ne menj el. Nem tudom, mi lesz velünk, de nem mehetsz el. Szörnyű hibát követtem el. De beszélek Leonival. Tényleg? Várd meg a kastélyban. Még ilyet? Ki korán kell, aranyat lel? Sajnálom, hogy tegnap olyan szétszórt voltam, de itt vagyok. Akkor jó. Szerintem nézzük át együtt a heti menüt. Utána pedig a listát is. Szia, anya. Leoni? Beszélnem kell veled, nem telefonon. Mi történt? Gyere a kastélyba. Szia. Mennem kell. Sajnálom, ez most fontos. Persze, menj csak. Már hozzászoktam. Jó reggelt. Ön is ébren? Akkor gyerünk a répákat. Egyenletes darabokat akarok. Gyorsan! Felderítetlen ékszerrablás. Kíváncsi vagyok, mi lehet olyan fontos, hogy a konyhát... üdv! Megtalálta anyámat, még a nevét sem tudom. Zilander. Zilander úr mondta, hogy ismeritek egymást. Erről akarunk beszélni veled. Zilander úr... az apád. Megőrültél? Azt mondod, ő az apám, és mindeddig elhallgattad, mert börtönben ült? Nem akartam, hogy azt mondják az emberek, hogy te egy gyilkos lánya az vagy. Az apám életben van, és te nem mondtad el? Milyen gyilkosság? Elítélték, mert megölte a nagyapádat. A papát? Maga ölte meg a papát? Nem, Leoni, nem én voltam. Akkor miért ítélték el? A bizonyítékok rámutaltak.
És nem volt alibim. Ön az apám. Igen. Leoni, várj! Hagyd neki időt. Közeledünk az ügyhöz. Elmondanád, hogy miért hiszel nekem mindezek ellenére? Nem ment ki a fejemből, amit mondtál. Hogy soha nem tettél volna velem ilyet, mert tudtad, mennyire szeretem apámat. Amikor olvastam a leveleidet, leírtad az együtt töltött időnket, hogy milyen boldog volt a szerelmünk, és majd belehaltál az elvesztésébe. Olyan melegséggel és vágyakozással írtál. Ez győzött meg. Nem a börtön volt a legrosszabb, hanem az, hogy téged elveszítelek. Szia! Mit keresel? Szia! Nincs sok időm. A hajódon jártam beszélni. Én itt vártam rád. Hogy jöttél be? Elmondom. Rendőr vagyok. Mi? A malmői rendőrségnek dolgozok. Néhány napja fülest kaptunk egy régi ügyhöz, amit annó nem sikerült felderítenünk. Egy 1992-es rablás zsákmánya itt kell legyen a házban. Egy pillanat, azt mondod, hogy mi rablók vagyunk? Ez elképesztő, ma mindenki megőrült. A nagyapád kirabolt egy ékszerészt, és a zsákmány azóta sem került elő. A nagyapámnak kocsmája volt, nem volt rabló. Mi folyik itt? Miért mondta azt anyám, hogy a nagyapámat megölték? Kétség sem fér ahhoz, amit a nagyapád tett. Figyelj! Nem tarthatjátok meg az ékszereket. Ha csak megpróbálod eladni, már az is büntetendő, ugye tudod? Ez tiszta őrület! Nem tudok semmiféle ékszerekről! Az is a munkádhoz tartozik, hogy ágyba bújsz a gyanúsítottakkal? Nem, persze, hogy nem. És te nem is vagy gyanúsított. Akkor miért nem mondtad el rögtön, hogy rendőr vagy? Vagy hogy mit keresel itt? Miért hiszi azt mindenki, hogy átverhet? Lehet, hogy hibát követtem el, sajnálom, de ez a munkám. Figyelj, ha te nem tudsz semmit az ékszerekről, gondolkodj, hát ha édesanyád valahol esett... Tényleg azt hiszed, hogy anyám elrejtette az ékszereket, és mégis hülyére dolgozzuk magunkat? Nincsenek itt ékszerek! Egyszer és mindenkorra nincs ékszer a házban! Tűnj el! Nem tehetem. Kifelé! Tudod, hol találsz. Mit akartál tenni, amikor megláttad a képemet az újságban?
Felerzon szerzett nekem állást a hajógyárban. A hajógyárban? De te kertész vagy. Igen, de mindegy volt, mit csinálok. Semmi ötletem nem volt, hogy mit kezdjek az életemmel. El tudod képzelni? Anya! Erik rendőr átkutatta a házunkat. Állítólag el vannak rejtve nálunk olyan ékszerek, amiket nagyapa lopott el. Mi? Nagyapa kirabolt egy ékszerészt, és azóta sincs meg a zsákmány. Erik biztos benne, hogy az ékszerek itt nálunk vannak elrejtve. Ezt a butaságot? Megmutatta neked az igazolványát? Anya, nem vagyok bolond. Erik rendőr. És kétség sem fér hozzá, hogy nagyapa azt tette, amit tett. Én nem tudok semmit erről. Jó, nagyapa időnként összeállt olyan emberekkel, akik nem voltak rá jó hatással. És mi van vele? Ennek hozzá semmi köze. Mindent tudni akarok rólatok, érted? Mindent. Hol van Leoni? Vasárnap lesz egy keresztelő. Ebéd, kávé, 26 főre. Ne idegesítsd fel magad. Mostanában nem sikerül pontosan érkezni. Meg kell beszélnie valamint az anyjával. Nem nézel ki jól, apa? Köszönöm szépen. Komolyan, aggódnom kellene? Ugye. Helena miatt van, ugye? Add ide a sót. Miért? Mert hiányzik a só. Miből gondolod, hogy Helenáról van szó? Te mindig gyors döntéseket hozol. Nálad olyan nincs, hogy valaki időt kér, hogy átgondolja. Minek átgondolni? Már eldöntöttük. Aztán jön ez a férfi. Hol van a szósz? Milyen férfi? Helena exe. Mindent felforgat. Nincs itt semmi keresni valója. Ha a szósz nincs kész, hamarosan el is felejthetjük a főételt. A filét kell még elkészíteni. Rendben. Elnézést, Leoni Carlsont keresem. Nincs itt. Miről van szó? Korábban beszéltem vele, de megzavartak minket. Ha lenne olyan kedves és megmondaná neki, hogy kerestem, a névjegyem. Köszönöm. Ön rendőr? Igen, Leoni Carlson apjának gyilkossági ügyében nyomozunk, és lehet, hogy ő is tan. Ez már rég volt, akkoriban Leoni még csak gyerek volt. Azt feltételezzük, hogy értékeségszereket loptak el a gyilkosságnál. Leoni talán látta őket, vagy tanúskodhat a hollétükről. Ő csak nem Anders Zilanderről van szó. Őt ítélték el gyilkosságért. Sajnálom, de erről nem beszélhetek. Megértem. Megmondom Leoninak, hogy kereste. Köszönöm. Szörnyű idők voltak. Reggel, ha kimentem a házból, ott álltak az újságírók. Este, amikor hazaértem, még ott álltak. Éjszakánként hívogattak. El kellett jönnöm onnan. A férjed börtönbe került, meg csak nyugalmat akartál. Igen, nyugalmat. Neked. Hogy gondtalan gyerekkorod legyen. És ne abban a tudatban nőj fel, hogy az apád gyilkos. Tudod, talán megértem, hogy meg akartál védeni gyerekként, de felnőttem közben. És jogom lett volna a saját véleményemhez apámmal kapcsolatban. Ezt elvetted tőlem. Anders! Nem értem, hogyan tudsz megbocsátani neki. Volt indítékom, mert veszekedtem a nagyapáddal. Mindenhol ott voltak az új lenyomataim. Mindenki meg volt győződve a bűnösségemről. Megértem Helenát. Akkor is. Nem arra esküdött, hogy jóban, rosszban. De anyád már megbánta, amit tett. Leoni, megbocsátottam neki. Neked is meg kell. Nem tudom, képes vagyok-e. Nem tudom, hogyan bírtad ki hosszú éveken keresztül, hogy nem kerestél minket, nem találkoztunk. Soha nem adtam fel a reményt, hogy látlak majd titeket.
hogy meggyőzhetlek az igazamról, és hogy újra megölelhetlek. Helena. Gunnar, nem számítottam rád. Gyere, ülj le. Beszélnünk kell. Már tudsz róla? Miről tudok? Az ékszerekről. Ez volt Anders indítéka az apád megölésére. Ki mondta ezt? Leoni? Nem. Egy rendőr járt az étteremben. Gyere, ülj le. Helena. Aggódom, hogy Anders titeket is belekever valamibe. Képzeld el, ha előkerülnek az ékszerek, benneteket is meggyanúsítanak. Helena, maradj távol Anderstől. Nem, nem fogok, Gunnar. Anderset cserben hagytam már. Ezt a hibát nem követem el még egyszer. Csak mert egy rendőr buta kérdéseket tesz fel. Még szereted. És minden, ami köztünk volt, az... Azt hittem, érzek annyit, hogy közös jövőnk lehessen, de... De már nem érzed. Bocsáss meg. Nem akartalak bántani. Sajnálom. Mit akar megint? Fenyegetőzni? Nem tudom, hogyan sikerült Helénát behálóznia a történtek után. De a rendőrség még nyomoz maga után. Ne keverje bele Leonit és Helenát az ügyeibe! Az ügyeimbe? Miről beszél? A gyilkosság idejében ékszereket is raboltak. Az a gyanú is fennáll, hogy maga rejtette el a zsákmányt. A rendőrség ki akarja deríteni, hogy hol van. A francba. Sosincs vége a gyanúsítgatásoknak. Ha szereti Helénát is a lányát, tartsa távol magát tőlük. Tűnjön innen! Leoni! Hagyj békén! Beszélnünk kell! Már beszéltünk. Bocsánatot akarok kérni. Nagyon sajnálom. Mit sajnálsz? Összekevertem a munkát a magánélettel, és megbántottalak. Sokkal korábban el kellett volna mondanom, hogy rendőr vagyok. És miért nem tettél így? Attól féltem, hogy te akkor... Addigra már beléd szerettem. Jó munkát akartam végezni. Nem akartam belekeverni az érzéseimet. De nem lehet. Szeretlek. Ilyen egyszerű. Amiket az ékszerekről mondtam, felejtsd el. Névtelen bejelentő volt. Biztosan hazudott. Majd megtaláljuk. Biztosan. Találkozunk ma este? Ma este. Sok mindent szeretnék elmesélni neked. Először még fel kell dolgoznom ezt az egészet. Megértem, de adj egy esélyt. Te meg nekem időt. De ne várass sokáig, kérlek. Anya! Itt vagyok. Mindjárt megyek, csak tiszta kötény kell. Minden rendben. Szakítottam Gunnarral. Mi? Azt hittem...
Hogyan fogadta? Hát képzelheted. Úgy sajnálom. Anders miatt. Annyi minden történt. Meg kell próbálnom, ha ő is akarja. Hol van most? Már itt kellene lennie. Anders, hol vagy? Mi? Nem, nem, várj, már is megyek. Az állomáson van, az ügyvédjéhez megy. Majd jövök. Anders? Mi a baj? Az ügyvédemhez megyek, hogy kikéri az államügyésztől az aktákat. Ha már meggyanúsítanak, tudnom kell, hogy miért. Ki mondta, hogy gyanúsított vagy? Egy nyomozó beszélt Gunnárral a lopott ékszerekről. Nem varhatják még ezt is az én nyakamba. Ne törődj azzal, amit mondanak. Együtt átvészeljük. Ki kellett volna tartanom melletted? Nem tettem, és már nem fordíthatom vissza. De most itt leszek melletted. Mindegy, mi történik. Rájöttem, hogy milyen fontos vagy nekem. Nem tudom, hogy mondjam. Szeretlek, Anders. Még mindig. Tényleg? Maradj velem. Velünk. Ha akarsz. Mi volt apámmal? Mire gondolsz? Tényleg olyan mélyre süllyedt? Az adósságai miatt kétségbe volt esve. De nem tudhatjuk, hogy emiatt lopott-e ékszereket. Ha mégis lopott, hol rejtette el a zsákmányt? Nálam? Fent még van két láda, amiket megnézhetünk. Mióta meghalt? Nem néztem meg. Igen, még holnap utánig. Nem érdekel, mennyire idegesek vagytok. Nem jövök korábban. Megkaptam a szabadságot. Holnap után reggel 8-kor kell megint az asztalnál ülnöm. Egy órával se korábban. Jó, köszönöm, szia. Nem tudom, hol kellene keresnünk. Talán máshol rejtette el. A házban nincs. Leoni, mikor kaptad ezt a macit? Emlékszel még? Mikor is volt? Én tudom. A negyedik születésnapodon, április 12-én a papától. Két nappal később... Meghalt. Meghalt. Figyelj! Itt van valami. Felhívom Eriket. Leoni! Nagyon jó. Megyek.
Jó, hogy eljött. Nem tudtunk az ékszerről. Hol volt? Az egyik plüss állatomba varta bele, amit tőle kaptam. Évekig nálam volt. Nem tudtunk róla. Ne aggódjon. Nincs mitől félnie. A lényeg, hogy előkerültek ennyi év után az ékszerek. Sajnálom, hogy kételkedtem benned. Leoni, az én hibám volt. El kellett volna mondanom az igazságot korábban. Maga mióta tudta, hogy az apám lopott? Nem tudtam. Egy névtelen hívást kaptunk, de... Jó, hogy végre lezárhatjuk az aktát. Köszönöm az együttműködésüket. Minden jót kívánok. Szívesen. Mihez kezdesz most? Visszamegyek Malmöbe. Megírom a jelentést, az ékszereket megvizsgálják, és visszaadjuk az ékszerésznek. Úgy értem, visszajössz még? Felhívlak. Biztos. Igen, persze. Most mennem kell. Viszlát. Viszlát. Kértek kávét? Igen. És te? Anders? Tessék? Kérsz kávét? Igen. Nagyon jó ötlet. De azért érdekes. Mármint, hogy a telefonáló nem korábban jelentkezett. Talán ő is látta az újságban a képedet, és erről jutott eszébe. Bocsánat. Semmi baj. Ne. Egy jól időzített lökés boldogságot és örömet hoz. Mit mondtál? Csak egy mondás. Erik mondta, és megjegyeztem. Erik mondta? Most már emlékszem. Mi? Láttam már ezt az Eriket. Mikor? Ismerősnek tűnt, de nem emlékeztem rá honnan. Ott állt a kocsma előtt, amikor kiszaladtam az utcára. Dühös voltam, és beleszaladtam. Úgy érted, hogy ott volt azon az estén, amikor apámat megölték? Igen, összeütköztünk, és kiesett egy üveg a kezéből, széttört, és ezt a buta mondást mondta. Azóta nem hallottam, de most eszembe jutott. Ott volt, ott kint állt, akkor még nagyon fiatal volt. És ha utána bement a kocsmába, még találkozott apámmal. Ezek szerint ő a tanú. De ha a rendőr miért nem tanúskodott a bíróságon, akkor felmenthettek volna téged. Ha csak nem vett részt a rablásban. Hiszen rendőr. Leoni, talán ezért tudott a rablásról is. Megzsarolta a nagyapádat. De... Beszélek vele. Leoni, ne! Az a férfi veszélyes lehet. Ugyan. Szeret engem. Tényleg? Talán ezért távozott annyira sietve innen? Látni akarom, beszélnem kell vele. Leoni, mit akarsz neki mondani? Hogy hívjuk a rendőrséget? Ha kell, így... Ha meg is tesszük, nem fogják őt gyanúsítani. Mert sikeresen felderítette ennyi év után az ügyet. De... Nincs bizonyítékunk, és nem fognak hinni egy egykori elítéltnek, aki megvádol egy rendőrt. Ha tényleg ő követte el a gyilkosságot, amiért téged büntettek, hagyod, hogy egyszerűen megússza. Nem tudunk bizonyítani semmit. És nem akarok többi a rendőrséggel kezdeni. Végre itt vagytok nekem. Ezt nem sodorhatom veszélybe. Andersnek igaza van. Ha felhívjuk a rendőrséget, hogy leadta-e az ékszereket, akkor... Nem értelek titeket. Leoni! Csamár! Mondd, hogy nem te voltál. Mit keresel itt? Láttad apámat, amikor kijött a kocsmából, és láttad, hogy a nagyapám még él. Micsoda, a tessék? Azon az éjjelen, amikor a nagyapámat megölték, miért nem mondtad? Miket hordasz itt össze?
Le a hajomról, mennem kell. Erik, te ölted meg a nagyapámat, mert nem akarta odaadni a zsákmányt. Mondd, te voltál! Te meg vagy húzatva. Ha te voltál, meg fogsz érte bűnhődni. Figyelj, Leoni! Értem, hogy apád keres valaki olyat, akit megvádolhat, de ez őrültség. Rendőr vagyok, Leoni. Helyesbítek, csak volt. Erik Virta, ezennel letortóztatom. Vesztegetés, csalás és Max Carson meggyilkolásának vádjával. Maga meg ki? Tilman Zager, a malmői rendőrség nyomozója. Tudja igazolni magát? Erik, hagyd abba! Azt írják, hogy mindent bevallott. Visszaélést, zsarolást és a gyilkosságot is. Istenem, végre vége! Anya, áll még az ajánlatod? Melyik? Hogy együtt elutazzunk. Nem tudom, nem hiszem. Pedig szerintem is jó ötlet. Mi? A lányom és én úgy gondoljuk, hogy ott lenne egy nyaralás. És családként kellene eltöltenünk egy kis időt. A hátam mögött találtátok ezt ki? Ahogy az apák és lányaik szokták.